Mérséklődött az influenza-szerű megbetegedések száma, még mindig nem késő beadatni az oltást. Fejlesztések Halásziban, topos pályázat kereteiben bővítik az óvodát és a bölcsödét. Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Szocialista Párt, Bugyai Zsolt az MSZP képviselőjelöltje. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A hatodik hét adatai szerint tovább terjedt az országban az influenza, azonban mérsékeltebb volt a megbetegedések száma. A járási adatok hasonlóak az országos tendenciákhoz, a szakemberek pedig felhívják a figyelmet arra, hogy még mindig nem késő beadatni az ellenanyagot. Az elmúlt héten a járás illetékességi területén 44%-kal tovább emelkedett az influenza-szerű megbetegedések száma, míg az azt megelőző héten az emelkedési ráta csak nem 140%-os volt. Tudtuk meg Bogdán Piroska, járási tiszti főorvostól. Ezek az adatok azt mutatják, hogy bár kisebb mértékben, de az elmúlt héten tovább nőtt Moson-Magyaróváron és területén a betegek száma. A járvány intenzitása határértéken mozog, figyelembe véve a lakosság számához mért betegségszámváltozás alakulását, így egyelőre mérsékelt intenzitásról beszélhetünk. Az influenza tünetei általában a láz, végtagfájdalom, fejfájás, rossz közérzet és légúti panaszok, de előfordulhatnak szövődmények is, ami lehet középfülgyulladás, az alsó légutak gyulladása, de akár fatális kimenetelű szövődmények is felléphetnek. Mind a mellett, hogy az influenzának nagyon kellemetlen tünetei vannak, tudni kell, és mindenki tudja is, hiszen nagyon sok figyelemfelhívás volt ezzel kapcsolatban már a média részéről, részünkről is. Nagyon súlyos szövődmények társulhatnak ehhez a betegséghez. Ezért párnapos tüneti otthonkezelés után már ne próbálkozzunk saját magunk gyógyításával, bízzuk ezt házi orvosunkra minden esetben. Az országos tendenciákhoz hasonlóan főként gyermekek és fiatalok érintettek a betegségben, ez a járásban 80%-os értéket jelent. Az Országos Közegészségügyi Intézetben elvégzett virológiai vizsgálatok összesen 71 esetben azonosítottak influenza vírust, amelyből 61 influenza B és 10 influenza A vírus volt. Az orvosok felhívják a figyelmet arra, hogy még mindig nem késő beadatni a védőoltást. A tapasztalatok alapján a figyelemfelhívás ellenére a járásban az elmúlt években csökkent az igény az oltás iránt. Azt tudnám tanácsolni, hogy ebben az időszakban, amikor még mindig emelkedik a betegek száma járásunkban, mérlegeljük az oltóanyag beadását minden esetben. Ezt házi orvossal kell megkonzultálni, aki ismeri a saját helyzetünket, a családi körülményeinket. Ha úgy ítéli meg a házi orvos, akkor akár a védőoltás beadása mellett is dönthet. Természetesen a megelőzésre kell most nagyobb hangsúlyt fektetni. Hazánkban az elmúlt évekhez hasonlóan 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozó influenza elleni védőoltáshoz. Térítésmentes védőoltásra jogosultak többi között a 60 év felüliek, a krónikus betegségben szenvedők, az egészségügyi dolgozók és a köznevelési intézményekben foglalkoztatott személyek. Útfelújítások, óvodai és bölcsödei bővítések, korszerűsítések, valamint a vízi turizmus fejlesztése. Többi között ezek a tervek szerepelnek Halászi életében a 2018-as évben. A fejlesztéseket főként pályázatok útján tudja megvalósítani az önkormányzat. Az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok belügyminisztérium által nyújtott támogatás folytán mintegy 112 millió forintot tudott Halászi önkormányzata útfejlesztésekre fordítani 2017-ben. A tavalyi év egyik legnagyobb beruházása keretében a belterületi úthálózat újulhatott meg, ami főként az új telepi részeket érintette. Az úgynevezett új telepi rész Jókai, Damjanicságvári, Bem és József Attila utcák burkolata újult meg teljes mértékben. Ezen kívül még ezt a forrás kiegészítve közel egy 30 millió forint, tehát összességben 140 millió forint környékén valósult meg útfelújítás a Halász, illetve Arak településen.
Szintén a tavalyi évben sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia a temetőt, aminek megkezdték a bővítését is. Itt kialakítottak egy térköves járdát, idén pedig elkészül a kerítés és megtörténik az új területek parcellázása is. Topos pályázat keretein belül 110 millió forintot nyertek a Halászi Napközis óvoda és bölcsőde bővítésére, aminek keretében új bölcsőde épületet építettek két csoport szobával, sószobával és szociális helyiségekkel. Egyrészt a bölcsőde az idén fog realizálódni, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. Hogyha a terveink szerint, hogyha az eljárás sikeres lesz, akkor áprilisban elkezdődhet a bölcsőde építése, és kis csúszásról ugyan, hogyha idén év végén, tehát szeptemberi évkezdéssel nem is, de jövő év elején, tehát 2019-es év elején a bölcsődések, illetve az óvodások birtokba vehetik a létesítményt. A 2018-as évben tovább folytatná az önkormányzat az útfelújításokat. Egy magyar-szlovák együttműködés keretében pedig pályázat útján fejlesztik a víziturizmust is. Ennek köszönhetően egy új úszóművet építenek majd ki a Duna parton a sportpálya mellett, ami segíti majd a vízituristák kikötési lehetőségeit. A vidékfejlesztési program keretében folyamatban van két pályázat elbírálása, amik útján 30 millió forintot nyerhet a település. Ezek keretében korszerűsítenék és felújítanák az óvoda konyháját, valamint a süli kocsma udvarán egy helyi piacot hoznának létre, fedett pavilonokkal, asztalokkal és utcabútorokkal együtt. Csütörtök délután tartott sajtótájékoztatóján mutatta be az MSZP képviselőjelöltjét. A párt a megye 5-ös számú választókerületében Bogyai Zsoltot indítja. Bogyai Zsolt a megye 5-ös számú választókerületében a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltje. Ezt sajtótájékoztató keretein belül jelentette be Gőgős Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője csütörtökön Moson-Magyaróváron. Gőgős Zoltán az eseményen elmondta, Bogyai Zsolt a kormányváltó szövetség jelöltje, igazi baloldali érzelmű, aki ismeri az emberek problémáit és hatékonyan tudná képviselni érdekeiket. Hozzátette, szükség is van karakteres baloldali képviseletre a térségben, hiszen annak ellenére, hogy fejlett a régió, itt is számos megoldandó probléma van. Gőgős Zoltán hangsúlyozta, a jelenlegi áldemokráciát szociális demokráciává kell alakítani. A szövetségük Karácsony Gergely vezetésével jobb útra tudja téríteni az országot. Szükség van ebbe a térségbe is egy karakteres baloldali képviseletre, hiszen attól függetlenül, hogy azért ez az országnak a fejlettebb vidék, azért rengeteg olyan probléma van, amit itt is meg kell oldani, amiben úgy gondolom, hogy a kormányváltó szövetség Karácsony Gergő vezetésével és azokkal a képviselő jelöltekkel, akik bevállalják ezt a feladatot, megfelelőképpen tudják ezt a áldemokráciát egy szociális demokráciával alakítani. Az MSZP jelöltje Bogyai Zsolt János Somorjánél családjával és egy üzemben dolgozik három műszakban. A jelölt a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, éppen ezért az emberek közül jött, és ismeri a problémáikat, majd hozzátette, számára a képviselőség valósi szolgálat lenne az itt élő emberek érdekében. Olyan képviselőkkel állunk elő, akik nem fogják hagyni azt, hogy a kis emberek, az egyszerű dolgozó emberek bármilyen módon is hiányt szenvedjenek, bármiben is. Egy baloldali politikusnak az a legfontosabb ismérve, hogy talán azt tudom mondani, hogy az egyenlőtlenséget egyenlővé kell, hogy tegyük. Ez nagyon fontos. Eltűnt Magyarországon a középosztály. Vannak a nagyon gazdagok és vannak a nagyon szegények. Ma Magyarországon sajnos több szegény van, mint gazdag. A képviselő jelölt a megoldandó problémák közül a nyugdíjasok helyzetének javítását, az egészségügy és az oktatás problémáinak megoldását emelte ki. A kezelendő feladatok sorában kitért továbbá a 86-os főút teherforgalmára, valamint a környék úthálózatának rossz állapotára is. Vannak olyan utak sziget közbe, ahol nem lehet járni. Vannak olyan utak, amiken, hogyha végigmegy egy autó mondjuk 50 km óra sebességgel, nem az a megoldás, hogy kirokok egy 50-es táblát, és akkor megjavítottuk az utat. A megoldás az, hogyha megjavítjuk azt az utat, és törődünk vele. Bogyai Zsolt a sajtótájékoztatón elmondta, megfelelően tudná képviselni a körzetben élők érdekeit. Ehhez azonban az kell, hogy április 8-án a polgárok elmenjenek választani, és bizalmat szavazzanak neki.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei az M1-es autópályán Jenny, a cigarettakereső kutya segítségével 500 doboz adózatlan cigarettát találtak egy román kisbuszban. A NAV munkatársai a füstölnivalót lefoglalták, jövedéki eljárást indítottak és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek. A pénzügyőrök az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében ellenőriztek egy román rendszámú Volkswagen kisbuszt. A sofőr és utasa az ellenőrzés kezdetén zavartan viselkedett, ezért a NAV munkatársai tételes vizsgálatot kezdtek Jenny, a NAV szolgálati kutyája segítségével. A sofőr és utasa tagadta, hogy az előkerült cigarettáról tudtak volna. A pénzügyőrök a 10 000 szál adózatlan cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek a két román állampolgár ellen a NAV pénzügyi nyomozóinál. A Dombóvár KSE ellen lépett pályára február 10-én a Mogac DS-e, a házigazda sportcentrumában, 200 néző előtt. Laki Tibor a meccs után elmondta, az első évben minden mérkőzés a tapasztalatszerzésről szól, a csapat azonban erről a tapasztalatról szívesen lemondott volna. Minden szinten gyenge napot fogtak ki a mosonmagyaróváriak, tudták, mi vár rájuk, kitalálták, mit kell tenniük, aztán a második negyed végére főként fejben veszítették el a játékot. A játék eredménye 108-44 a Dombóvár javára. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombat reggel ködös, párás időre van kilátás. Napközben borult, felhős lesz az ég, csapadék az ország egész területén várható. Térségünk felett főként gyenge eső alakulhat ki. Megerősödik a légmozgás, napközben plusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap aztán főként a délelőtti órákban kell csapadékra számítani, délutántól azonban felszakadozik a felhőzet, erős marad a légmozgás, a nappali csúcs plusz 3 és plusz 6 fok között várható. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Kardos Anett, a Flash Károly Nonprofit Kft. Program szervezője. Ezután az Üzleti Negyed című magazin műsor következik. Hétvégén a múlt hét vasárnap tartott püspöki szentmisét nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!